emlékezünk Vitéz nagybányai Horthy Miklós őfőméltóságára, Magyarország kormányzójára, aki 100 esztendővel ezelőtt lett Magyarország kormányzója, és negyed századon keresztül vezette ezt az országot, és mi azt hiszem, akik itt vagyunk, tudjuk, hogy annak, hogy egyáltalán létezik még ez az ország, hogy egyáltalán még én magyarul szólalhatok meg, és ti is, ez Horthy Miklósnak köszönhető. Imáinkba kérjük az Istent, és örökös királynőnket, nagy boldog asszonyunkat, országunk és népünk megmaradásáért, mivel a gonoszság tovább dolgozik, nekünk is minden erőnket latba kell vetnünk, keresztény, magyar megmaradásunkért. Adja meg az Isten. Amen. Végezetül, miért szóltam én most? Testvérek, 1938-45-ig a Felvidék is 7 évre újra Magyarország lett. Eljöttem megköszönni népünk nevében. Arra hívom fel a figyelmeteket, hogy ami most természetesnek tűnik nektek, ezt kell megtartani, és higgyétek el, az elkövetkezendő években erre lesz a legnagyobb szükség, hogy kiálljunk, és megóvjuk azt a Magyarországot, amelyik nekünk még megmaradt. Hogy megmaradjon nekünk Magyarország úgy, ahogy ismerjük. Magyarnak, kereszténynek és nemzetinek. Kedves barátaim, én nem engedem, hogy Novák előd alelnök úr képviselő elmenjen. Ezt az ígéretét a Horthy szoborról, hogy eszébe juttassuk, legyen az íróasztalán mindig egy ilyen kis Horthy szobor. Fogad sok szeretettel! Azt mondták nekem, hogy ha ide eljövök beszédet mondani, akkor nácikat, fasisztákat, vagy ki tudja, hogy kiket fogok itt látni közöttetek, és én csak magyarokat látok, jó magyarokat látok, akik az Isten haza család hármas szentségében vagytok itt. Isten, mert keresztények vagyunk. Haza, mert magyarok vagyunk. És család, mert mi egy család vagyunk. Mert ez a mi hazánk. Adjon az Isten! Tehet harangozva, épp 12-re, töröknek az ágyunk, virágos mezőbe, a magyar fiúknak. Fegyvert kell most fogni, határvédelmére háborúba menni. Trianon óta eltelt 100 évben minden magyarnak hitet és reményt adhat, hiszen Horthy Miklós kormányzósága alatt tért vissza a Felvidék, a Délvidék, Kárpátalja és Erdély. Ezt az örökség... Ezt a csodálatos örökséget kell nekünk továbbvinnünk, kedves bajtársaink, és küzdenünk kell Trianon ellen, és ez ellen a csőcselék ellen, amely a mindennapjainkat megmérgezi. Kérek, engedjétek meg, hogy Tamási Áron gondolatával, Tamási Áron szavaival búcsúzzak el tőletek, mégpedig azzal, hogy aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan. Ez a társaság embernek hitvány, magyarnak alkalmatlan, a szélső liberális és neobolsevik ideológia szemében a mi bűnünk az egyedül az, hogy szeretjük az országunkat, szeretjük Magyarországot, de én azt mondom, hogy nekünk a legnagyobb értékünk, a legnagyobb erényünk az, hogy mindennél jobban szeretjük a hazánkat, Magyarországot. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Az Isten áldjon benneteket. Dicsőség a hősöknek, igazságot Magyarországnak! Hajnalodik, közelnek a reggel. Indul Horthy a magyar sereggel. A zászla újabb, piros, fehér, zöld. A hazája, drága magyar föld. Ezt védi a Horthy katonáj. A zászlója piros, fehér, zöld, a hazája, drága magyar föld, ezt védi a Horthy katonája. Ha felmegyek a solymosi megyre, onnan nézek a magyar seregre, onnan nézek régi hazámba, s kiáltom, hogy minden hiába, hogyha jön
a Horthy katonája. Onnan nézek régi hazámba, s kiáltom, hogy minden hiába, hogyha jön a Horthy katonája. Félre kell tennünk a jövendőt nézve minden személyes, korábbi, kisebb vagy nagyobb politikai fenntartás, nézeteltérést, minden emberi sértettséget és visszavonást, mert ha látjuk, hogy a posztbolsevik erők védés-dacszövetséget kötnek, hogyha látjuk és érzékeljük, hogy mindent félretesznek annak érdekében, hogy megszerezzék Magyarországon a legfőbb hatalmi pozíciókat, és nem csak háttérhatalmi pozíciókat bitoroljanak, akkor a magát nemzetinek való oldalnak is meg kell tudnia találni a közös nevezőt. Ezt nem egyéni érdekérvényesítés szerint kell megtenni, hanem magyar életérdekek érvényesítéséért. Meg kell akadályozni, hogy Kádár apró dögei, késői utódjai visszatérjenek a hatalomba. Minden eszközt meg kell ragadni annak érdekében, minden tisztességes és törvényes eszközt, hogy ennek ellen tudjunk állni. Fel kell ráznunk népünk alvó lelkiismeretét. A déli végekről, Szegedről érkezett Horthy Miklós is a fővárosba, és most a déli végekről, Szeged mellől érkezett utolsó felszólalónk, a Nemzeti Ellenállás vezetője, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, Torockai László. Fontos volt kijönnünk az utcára, mert látjuk a magyar gyűlölőket. Fontos, hogy a csőcselék láthatóvá váljon. Fontos, hogy lássuk, és nem csak önök, nem csak ti lássátok ezt a csürhét, hanem lássa minden magyar ember, hogy Magyarország testét belülről még mindig ilyen féreg rágja. Köszönjük, hogy megmutatták magukat. Mi is itt vagyunk, mi is megmutattuk magunkat, mert Magyarország a magyaroké, ez a mi hazánk. És most, hogy így az utcán megmutattuk magunkat mi magyarok, és megmutatták ők a magyar gyűlölők, a parlamenten a sor. Lássuk az országgyűlést. Ott van előttük a Trianon hatályon kívül helyező törvényjavaslatunk. Bármilyen következő jogi lépés, amire egyébként készülünk, hiszen megígértem, 7 lépéssel tesszük helyre a trianoni gyalázatot, és még csak az elsőnél tartunk. A következő lépésekhez azonban most látnunk kell, hogy kik a magyarok a Magyar Országgyűlésben. Most kiderül. Most mindenki szint valhat, hogy csak kommunikációs elemként használják a nemzeti szót, vagy csak azért nem merik kimondani, hogy valójában Kun Béla örökösei, Károlyi örökösei, mert az ciki, most mindenki bizonyíthat a parlamentben. Jobb oldalon, bal oldalon, középen, mindenhol. Most kiderül, hogy kik a magyarok az országgyűlésben. Ki az, aki csatlakozik dr. Fülöp Erik, Dúró Dóra és Apáti István kezdeményezéséhez, törvényjavaslatához, mert 3 magyar képviselő, a mi hazánk 3 képviselője már egészen biztosan magyar az országgyűlésben. Lássuk a többieket! A hazánk talán, ha lehet azt mondani, még a 20-as évek, még a trianoni gyalázat utáni időszaknál is nagyobb bajban van. Mert már nem csak Magyarország, hanem egész Európa, sőt, ahogy azt a mi hazánk megfogalmazta, az egész északi kultúrkör, a civilizációnk van veszélyben. Óriási kérdés, hogy összetudunk-e fogni, és ma bebizonyítottuk, hiszen számos szervezet összefogott ma, és az összefogás mellett látnunk kell, hogy van-e még elég erő ebben a nemzetben, hogy ismét túléljen, ahogy sok száz és sok ezer év után kimondhatjuk, hogy mindig túléltünk. Törököt, tatárt, szovjetet, ezeket is túl fogjuk élni. Itt maradunk, mi magyarok megmaradunk a Kárpát-medencében, a hazánkban, és Trianont hatályon kívül fogjuk helyezni, ha nem ebben a parlamenti ciklusban, akkor a következőben, mert mi soha nem adjuk fel, nem, soha igazságot Magyarországnak!